2010-ben Zalai Falvakért Egyesület díjat kapott a Zala megyei Népművészeti Egyesület, hiszen egy nagyon jó és hatékony együttműködés van a Zalai Falvakért és a Népművészeti Egyesület között, amelynek a falugondokok is részesei tudnak lenni. Évát arra kértem, hogy röviden erről beszéljen, és azokról a lehetőségekről, szándékokról, amelyet az ő munkájuk tartogathat a kis települések számára. Tiéd a szó, Éva. Köszönöm szépen, és nagy tisztelettel köszöntöm a konferencia résztvevőit. Az eddigi együttműködés mellett az is apropó, hogy Mariék fölkértek engem erre a mai előadás vagy rövid ismerkedés lehetséges együttműködés elindításra, hogy 2013-ban az Zala megyei Népművészeti Egyesület, amelyik már 33 éves, a Nemzeti Művelődési Intézettől megkapta azt a feladatot, közművelődési feladatellátás és szerződéskötés keretében, hogy a tárgyalkotó népművészet továbbéltetésében végezzen módszertani munkát a megye kis településein, és alakítson ki együttműködéseket. Szeretném bemutatni kolléganőmet, Dala Hajnalkát, akivel együtt végezzük ezt a munkát, és természetesen a 260 fős tagságunkból azok a kézművesek, népművészek, akik valamilyen népművészeti szakákban, népi kézművességben jeleskednek. Hálás vagyok Lapner Zoltán úrnak, mert ő az előadásában gyakorlatilag fölvillantotta azt a történeti, művelődés történeti hátteret, ami meghatározó a mi népi kézművességgel foglalkozó munkánkban is. Hiszen a vidék a falu romlásában, amit az akkori szociológusok a 20. század elején, a 30-as években sorra vettek, az bizony a tárgyi kultúrában is elindult, vagy minőségromlásban, vagy abban, hogy eltűntek bizonyos használati tárgyak, ahogy az ipar és a sok minden változott, vagy fejlődött. És hát a mi területünkön is születtek válaszok. Ugye többek között válasz volt az is az elméleti szakemberek, néprajzosok, szociológusok, amit kidolgoztak, hogy a manapság is lehet még falvakban idős embereket találni, akik kötik a csuhét, esetleg kosarat fonnak, főleg a csuhi munkáknál, szalma munkáknál jellemző ez, és az ember rákérdez ezekre az idős emberekre, kiderül, hogy a tanítónéni, tanítóbácsi annak idején tanította a gyerekeket. Ez egy országos program volt, hogy a háziipari szövetkezet értékeinek fölgyűjtésével, visszatanításával a falvakban is adjunk lehetőséget arra, hogy jövedelem hogy megmaradjon a régi, illetve jövedelem kiegészítést is jelentsen. Ott, ahol a népművészet, tehát a díszítő művészet nagyon jellegzetes volt Erdély több pontján, de a történeti Magyarország jelenlegi részén is kialakultak olyan képződmények, ahol ugye egy kicsit továbbfejlesztették a tárgyi világot, és ilyen szövetkezeti formákat hoztak rá létre, ahol szintén bedolgozhattak a kis településeken élők. Hát szerencsénkre a tárgyalkotó népművészeti mozgalom néprajzosai is ismerték ezt a folyamatot, ezeket az elképzeléseket, és mintegy a régi kezdeményezések folytatására a 60-as években már vezető néprajzosok irányításával egy olyan mozgalom indult el, ezt nevezzük mi tárgyalkotó népművészeti mozgalomnak, amelyik töretlenül tudott dolgozni, és ezeket a célkitűzéseket az akkori kort megelőzve célkitűzésként tudta megfogalmazni. Hogy a hagyomány őrzése az nem öncélú. Nem vitrin kultúrát akarunk, hanem azt akarjuk, hogy a tudás megmaradjon, az a tudás mindig korszerűsödjön, és az a tudás szolgálja a településeket, az embereket, és ne csak az esztétikát, a hagyományt nézzük, hanem azt is, hogy akik ezzel foglalkoznak, vagy meg tudjanak belőle élni, vagy kiegészítő jövedelemként segítse az életüket. Ugye az 50-es, 60-as években kialakult házipari szövetkezetek, amelyeknek volt egy felülvelő korszaka, meg volt egy nem egészen szerencsés korszaka,
is ezt a célt szolgálták, és nagyon sok olyan vidéki körzetben, ahol kisfalvakban szőttek, faragtak, és ezeket a tárgyakat elküldték a bolt, az országos bolthálózatba, bizony nagy segítséget jelentett. Na most a rendszerváltáskor, mint néhány dolgot, többek között ezt is, mint gyereket a fürdővízzel kiöntöttük, különböző kifogások miatt, és most 20 év múlva, vagy 25 év múlva jött rá a mi szakterületünk, de akár mindenki rájöhetett erre, hogy azt a bolthálózatot, amit kiépítettek, igen, korszerűsíteni kellett volna, igen, sok mindent másképp kellett volna csinálni, de meg kellett volna tartani. A mi egyesületünk 33 éve, és a többi is, tehát azért szeretném mondani, hogy nekünk van egy országos szövetségünk, és igen, nagyon fontosak ezek az országos szövetségek, amilyeneknek 52 tagja van, tehát, és 33 éve működik. Időnként vannak eredményeink, időnként nem, tehát az összefogás nagyon fontos, mindig jelezni kell, hogy hol szorít a cipő, hát lassúak a válaszok rá, de érdemes. Azért ezzel a szövetséggel elértük, hogy 2012-ben a Vidékfejlesztési Minisztérium felkérésére elkészülhetett a népi kézműves stratégia, ahol összegeztük a múltat, a jelent, és hogy mire lehet való a népi kézművesség, a népi hagyományőrzés. Mindenkinek ajánlom figyelmében, nagyon sok jó gondolatot lehet belőle meríteni. A Hagyományok Háza a honlapján és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapján is elolvasható. Tehát a mi egyesületünk és a többi is a hagyományőrzés alatt 20 vagy 33 éve azt érti, hogy újra kell tanítani. A népi tárgykultúra is kivonult a falvakból, kivonult a vidékről, már jó régen, mint ahogy említettem, de ha visszatanítjuk és újra tanítjuk, és megtaláljuk a kapcsolódását a mai igényekhez, akkor vissza tud kerülni. A Nemzeti Művelődési Intézet is ebben a szerződésben és ebben a munkában, amit mi ellátunk, gyakorlatilag azt várja el, amit mi folyamatosan fogalmazunk, hogy a népi kultúra, a hagyományőrzés használható hagyományőrzést jelentsen. Ennek a használható hagyományőrzésnek a legelején áll a közösség teremtő ereje. Miután közösségekben kell újra tanítani az ismereteket, eleve összehozza a fiatalt, a idősebb és a közép generációt egy-egy alkotómunkára, és ennek a nagyon jó példája, amit azonnal tudok nevesíteni, ugye Zala megyében, szintén a Nemzeti Művelődési Intézet indított el egy akciót, amiben mi segítő partnerek vagyunk a megyei iroda mellett. Ez az úgynevezett Újra öltünk, örökítünk program, amiben egészen kicsi településeken újra indult a hímző szakkörök szervezése. Zala megyében volt szerencsénk 10 kis településen újraindítani a hímző szakköröket. A 10-ből 5 a projekt végén folytatta, ahol valóban több helyen volt rá példa, hogy a nagymama az unokájával, anyuka a gyermekével közösen vett részt ebben a programban. Közben a háttérben azokat a fotókat lehet látni, hogy ne csak a levegőben mondjam a történéseinket, hanem egy kis tárgyi anyag, vagy fotóanyag is legyen ahhoz, hogy az elmúlt 3 évben milyen témákkal és hol próbáltunk együttműködni településekkel. Az NMI-nek bizonyára szintén ismert a kapunyitogató programja, ahol mi társrendezők voltunk, illetve társ programfelelősök, amikor mesterség bemutatók formájában próbáltuk az adott kis településen, sokszor az adott kis településhez hagyományához kapcsolódóan a mesterek bemutatni a kézművességet, amivel foglalkoznak. Az oktatás különböző szintjeivel foglalkoztunk az elmúlt 33 évben, tehát ugye a mesterek képzésével sorra vettük a népművészeti szakágakat, elkezdtük az OKS képzéseket, több szakterületen folytattunk OKS képzést,
aminek a jelentősége úgy gondolom, tehát hogy ezzel a tudással, ezekkel a tematikákkal, eszközökkel rendelkezünk, ez a megyében is felhasználható lehet, a vidéki életben is, hisz azért a közfoglalkoztatottak kérdésében én úgy gondolom, hogy ahol elindul valamiféle képzés, ott akár az egyént tekintve, akár az adott települést tekintve minőségi feladatokat lehet ellátni. Ebben kezdeményezéseink is voltak Zala megyében, valószínűleg, hogy a nem teljes körűen kiépített kapcsolatrendszerünk miatt, de kellett visszamondani anyagilag is támogatott OK és kosárfonó képzést, amitől én rettenetesen szomorú voltam, mert, és tényleg csak a kapcsolatok hiányának tudhatom be. A úgynevezett alkotótáborai képzések rendkívül fontosak és népszerűek, mert hogy arról szól, hogy egy héten keresztül elmélyült oktatás történik, a hímzés, vagy a szövés, vagy a fafaragás, vagy a legutóbbi táboraikat, hogy soroljam. Hozz egy rokkát és fonjunk, hogy a rokkákat és a fonás művészetét, mesterségét újra tanítsuk, hogy a háziipari témában a kosárfonástól a szalmakötésig, a csuhékötésig sok-sok mindennel foglalkozunk, a kópickötéssel, mondom az alajaknak, sok-sok mindennel foglalkozunk a szakterületek közül. És hát természetesen az lenne az érdeke mondjuk egy-egy adott megyében, ahol kialakult ilyen alkotóház, Zalaegerszegen Gébárti tó mellett a népművészek építették 33 évvel ezelőtt, ott összpontosul a tudás, az anyagok, az eszközök, és nagyon jó lenne, ha ebbe a képzésbe a kis települések is tudnának küldeni olyan embereket, fiatalokat, vagy akik értenek már valamihez, hogy visszamenve újra tudja ezt tanítani egy adott közösségben. Sok mindent, nagyon fontos dolgot hallottam én itt az elmúlt két napban, és nagyon örülök, mert amit a falu gondnokok jövőbeni feladat bővülésében, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy lehetőség bővülésében elhangzott, a mi szervezetünk, ez a népi kézműves kultúra hozzá tudna járulni. Ugye itt a fotók között lehet majd látni, hogy megyei kézműves értéktárral is foglalkozunk. Tehát egyelőre, amit a mestereink a elmúlt években múzeumokban kutottak, gyűjtöttek, illetve ők maguk is már készítői, azt ilyen megyei kézműves értéktár formájában szeretnénk összegyűjteni, de természetesen ilyen helyi igényhez is hozzá tudunk járulni, akár módszertani segítségnyújtást, akár konkrét segítésnyújtást adva. Pont itt van a hetési házi szőttes. A képek között ugye látható az alibánfai helytörténeti gyűjtemény. Alibánfa, amikor megkeresett bennünket, akkor nagy örömmel végeztük el velük közösen ennek a helytörténeti gyűjteménynek az összegyűjtését. Hát az összegyűjtéshez nyilvánvaló mi a módszertani segítséget adtuk, hogy kell ehhez hozzáfogni. Ott a lelkes csapat összegyűjtötte. Mi pedig megrendeztük ezt a helytörténeti gyűjteményt, ami úgy gondolom, hogy az identitás szempontjából, az értékek számbavétele szempontjából nagyon fontos. Többször elhangzott itt, hogy a változó családpolitikában nagyobb hangsúly lesz majd a gyerekek, fiatalok szabadidős foglalkoztatásában is. Pontosan az ilyen igények miatt lenne jó, hogyha zalai kistelepülések építve a szállítási kapacitásra
tudnának azokra a képzésekre, amelyek nem mindig díjas képzések, tehát a kézmesek házában elég sok olyan rendezvény zajlik, ahova díjmentesen lehetne hozni fiatalokat, többször, havonta egyszer legalább, és az ott tanultakat, akár a nyári táborokban otthon, akár újabb közösségek szervezéséhez föl tudnánk használni. Volt egy ilyen mondat, hogy a falugondnokoknak be kell kopogni, és meg kell kérdezni, hogy mit szeretnének az emberek. Én ezt azzal folytatnám, hogy jó lenne, ha ők azt is tudnák például nekünk közvetíteni, hogy mit tudnak az emberek. Mert hogy az idős generációban még vannak olyan emberek, akik tudnak dolgokat, de bátortalanok, nem érzik úgy, hogy attól, hogy ő most megköt egy kosarat, vagy elkészít valamilyen régi tárgyat, hogy azt értékelik. És nagyon sokszor kívülről kell oda menni, és azt mondani, hogy ez érték, és kívülről kell megmutatni, hogy amit ő tud, azt mások is, sőt, fiatalok is készítik, és lám-lám, milyen szép dolgok születhetnek meg így. Elnézést, hogy alibánfát még egyszer citálom, de az egy jellemző eset volt, hogy ugye amikor megbeszéltük a gyűjtő tímmel, hogy mit gyűjtsenek, és akkor úgy mindig mondták a tárgyakról, hogy azt is gyűjtsük, hogyha találkozunk vele, ezt is. Összegyűlt sok minden, és amikor fölraktuk a kiállítást, és ugye megnyitottuk, maguk a gyűjtők csodálkoztak rá arra a helytörténeti kiállításra, ahol azok a régi tárgyak méltó környezetbe helyezve elkezdtek élni, és elkezdték magukat megmutatni. Ezeket az együttműködéseket, amiket sikerült már kialakítanunk az adott településeken, ezért szeretjük, mert a közös munka mindig hoz olyan közös örömöket, ami nem csak emberileg, hanem például társadalmi hasznosságból is nagyon fontos mindenkinek személy szerint. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Éva, nem csak tartalmában, hanem látványában is nagyon szép előadást kaptunk tőled. De vajon más megyékben mi a helyzet? Tudsz erről? Igen. Nem, hanem egyáltalán az, hogy ez az értékfeltárás, ez hogy történik. Mert azt tudom, ugye most már a saját bőrömön is tapasztalom, hál' Istennek, hogy a kulturális közmunka program rengeteg ilyen kezdeményezést indított el. Röviden tudsz erről mondani? Tehát, mivel más megyebeliek is vannak itt, tehát hogy merre induljanak, mit gondolsz? Hát amit én ismerek nyilvánvaló, én ugye úgy tudom, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet irodái minden megyében foglalkoznak ezzel. Tehát vannak ezek az értéknapok. Azokban a megyékben, ahol a régi közkincs program, nem tudom, hogy a jelenlévőknek mond-e ez valamit biztos, mert az is kis településeket célzott meg. Vagy kis, igen. Tehát ahol a régi közkincs programban születtek eredmények, ők tudtak a leghamarabb indulni ezzel a értéktárral. Vannak jellegzetes népművészeti centrumok is, mint a Matyók például, ott is tudtak indulni. Tehát ami a köztudottan érték, és köztudottan egy nagyobb kulturális központnak számít, ott tudtak vele indulni. Mi most ezzel a szerény munkával, amit elindítottunk, hogy már van 10 megyei kézmes értékünk, ezzel arra szeretnénk a figyelmet fölhívni, hogy sokkal több az értékünk, mint amire gondolni merünk. Hogy ez hiányterület a megyében, most csak Zala megyéről mondjam, az azt jelzi, hogy én úgy tudom, hogy jelenleg a megyei értéktárban nincs kézműves téma. Nincs. Ez persze meg a mi hiányosságunk, hogy nekünk már egy éve itt van ez a 10 darab, egyszerűen nem volt idő ezt átfordítani arra az adminisztrációra, ami kell, tehát mi ezt leírtuk, ott vannak a fotók, és mozajlik az, hogy ezt hivatalosan is beadjuk. Ezért mondtam azt, hogy ha Zala megyében, a kis településeknél van javaslat vagy kérés, bárhova nagyon szívesen megyünk, mert ez egy izgalmas dolog. Hogy vannak értékek, de azokat föl kell tárni. Köszönöm szépen.